Súlyos politikai vereséget szenvedett a balliberális német kormány azzal, hogy a Bundestag leszavazta a 60 éven felüliek kötelező oltásáról szóló javaslatot. Az indítványt még a kormánykoalícióhoz tartozó képviselők jelentős része sem támogatta. Ausztriában már március elején meghiúsult ez az ötlet, ott maga a kormány döntött úgy, hogy visszavonja saját rendeletét. Csütörtökön arról kellett dönteni a Bundestag képviselőinek, hogy kötelezővé tegyék-e a 60 év felettiek koronavírus elleni oltását. Az országban eddig csak néhány szakmát érintett a kötelező vakcina. Az indítványt a kormánypártok terjesztették elő, de nem egységes kormányzati törvényjavaslatként, mivel a liberálisok és a zöldek között is sokan ellenzik az oltás kötelezővé tételét. Az egészségügyi miniszter a végsőkig kiállt a javaslat mellett. Meg akarjuk szokni, hogy naponta 200 vagy 300 ember hal meg, hogy néhányan szerencsések, mások viszont az intenzív osztályon az életükért küzdenek. Ez nem lehet humánus társadalom, mondta, és arra kért mindenkit, hogy támogassák a javaslatot. Ami végül mégis megbukott, mert a kormánypárti képviselők egy része is ellene szavazott. A nemmel szavazók szerint ugyanis éppen, hogy csökkenti az oltási hajlandóságot, ha azt törvénnyel írják elő. Arra a következtetésre jutottam, hogy ellenzem a kötelező védőoltásokat. Én, aki azért küzdöttem, hogy minden egyes ember be legyen oltva a világjárvány idején, világossá vált számomra, hogy ez csak akkor működik, ha megszüntetjük a nyomásgyakorlást, mondta az egyik legfiatalabb zöld párti képviselő. A kormány azt szerette volna, hogy októbertől minden 60 évesnél idősebb embert kötelező jelleggel oltsanak be, minden 18 évesnek pedig kötelező tanácsadást írtak volna elő. A német kormány még mindig óvatos, számos járványintézkedés van érvényben annak ellenére, hogy az ország lakosságának 75%-a van beoltva. Ausztria március elején függesztette fel a kötelező koronavírus elleni oltásról szóló rendeletét. Az egészségügyi minisztérium úgy ítélte meg, hogy az intézkedés nem volt arányos a helyzettel, és számos meggyőző érv szólt amellett, hogy az alapvető jogokat nem korlátozhatják. Ausztriában a lakosság 70%-a élvez teljes védettséget.